Sziasztok, Jayzinak vagyok, ez pedig itt a Night of the Dead. Ne felejtsetek el feliratkozni, se ide a YouTube-ra, se pedig a Twitch-re, illetve követni a Facebook oldalamon. Támogatásotokat köszönöm szépen. Előző részben rejtett tárgyakat, illetve rejtett helyeket mutattam meg. Ugye mutattam a repülőteret, ahol ugye végülis a szökés történik, tehát a játéknak a vége. Ez egy olyan különleges túlélő játékok sorába sorolható ez a játék, amelyiknél van menekülési útvonal. Ahhoz viszont, hogy tehát van vége a játéknak. Mond. Ahhoz, hogy ezt a részét megcsináljuk, ahhoz viszont sok mindent le kell gyártani. Eljutott valaki, se jutott valaki. Jó, hát erre hátra már nem jutott el senki. Könnyű módban ez a védelem, amit én itt kiépítettem, még sok is. Azt kell mondjam, hogy ez még sok is. Jó, vezérlőket lekapcsolgatjuk, most már nem kellenek. Támadás véget ért, az óriás sikerült. Na, olyan messziről lelőni, hogy meg se találtam a csomagját. Még azért kimegyek, körbenézek, hát ha meglenném a csomagot, de nem sikerült megtalálnom. Egész ott lőttem le. Autók alatt néztem, hogy nem esetleg beesett az autók alá, de nem. Valahol itt lőttem le őt, szerencsétlent. Leesett a levegőbe egy kő. Ó, nézd már, itt vannak csomagok. Egy. 10 kutatási anyag, akkor az ott egy nagy volt. Jenőanyag, kutatási anyag, egy. Ez... 2 kicsi, meg egy nagy. Itt pusztult meg, a katapult ideig előtt. Az nagyon király. Akkor valahol... Lehet, hogy ilyen messziségbe kellene keresnem a csomagot. Hát... is pusztítottak. Hát az óriást azt sikerült olyan messziről lelőnöm, hogy még a csomagját se dobta el. Azok ott körbenéztem. Gomba. Hát jó. Oké. Értem én a célzást. Ne vagánykodjak ágyukkal, hogyha nem tudom összeszedni a csomagot. Nem baj. Lényeg az, óriás nagyon messziről sikerült leszedni, nem bírta a bázist bántani semmilyen szinten se. Konkrétan a közelébe nem ért. Cementet gyűjtök most még. Illetve akkor nekiállunk ezeknek a rádió alkatrészeknek, és megcsinálom őket. A menekülésre. Szerintem ezt a játékot ezen a szinten egész jó kifulloztam, úgyhogy lehet, hogy megmutatom magát a menekülést, ha nem is ebbe a részbe, a következőbe, és utána pedig hopp, itt is egy csomag. Ott is csomag. Hú, hogy mennyit szanaszélye hagytam. És egy madárka. És kezdünk egy újat belőle, méghozzá egy fejlettebb nehézséget, egy nehezebb szinten. Jó, erre megcsináltam mindent.
Kő van itt, kő van itt. Igen, azt mondja, hogy szétszedjük ezt a hordót. Ezt nem kell ide. Jó. Konkrétan megmutattam a játéknak az alapjait ebbe a sorozatba, és hogy hogyan kell megvédeni magunkat, kiépítkeznünk. Most már egy kicsit rutinosabban, profibban nekiállva, már lehet nagyobb nehézségi szinteket is őrbe nézni. Nehezen bírja bevenni. Meg van sírülve, de javíts már ki. Na, most már lesz cementem. Jó, azt akartam csinálni, hogy fogunk egy ládikót, lerakom ide. Ebben a ládába összegyűjtöm azokat a tételeket. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tétel, igen. Megnyitná, annak szívből tudnék körülni. Jó, hú, de szétpakoltad őket. Jó. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6 tétel megvan, illetve le kell gyártani ugye 6 tételt. És nálam könyv. Még egyszer kinyitod, akkor lerakom a... Azt akartam lerakni ide. De akartam ezt kürkét lerakni. Rengeteg a lőszer, könyv. Három cementem van összesen. Kemény. Ja, egy katapultból kivettem a lőszert, igen. Ne puffogtassa el feleslegesen, bár igazából akár is lőhettem volna, így utólag belegondolva. Cementbe megnyit. Szuper. Hát legalább úgy távozzak, hogy szép a bázisom. Szeg. Nincsen szeg. Idegesít. Megpróbálkozunk egy nehezebb szinttel, illetve nem csak hogy nehezebb szinttel akarok próbálkozni, hanem be akarok költözni a városba olyan pontokra, ahol komolyabban lehet lakni bent a városban, mint ahogy meséltem is, hogy a városba való beköltözés az egy kicsit más szintű lesz. Hol a túróba kell gyártani? Itt. Na mi kell hozzá? Ja, nagyon sok kell ebbe az elektronikai eszközből és biztosítékból, amit pedig itt gyártunk. Nagyon sok rézöntvény kell hozzá, és most már elhasználtam a rezemet. Hát mindegy. Mind a kettőhöz drót kell. Jó, hát nem mondják olyan könnyen ezt a menekülést azért. Ezt is beindítom akkor dolgozzatok. Illetve akkor szedünk össze. Nagyon jó kis autofarmot találtam ugye a repülőtérnél tovább haladva az előző részben. Ugye ott rengeteg, rengeteg cuccot felvetünk. Lehet, hogy kiszaladok egy kicsit majd hordókat szétszedegetni, hogy részdrótot gyűjtsek be. Na most már nincsen több trágyám, most már használtam azt is. Ennyit tudunk csinálni. Négyet, nagyon jó.
Illetve a gépeket is akkor üzemeltem. Csinálunk karbantartó csomagot még, és akkor ha leállnak, akkor lesz egy adag. Nagyon jó. Oké. Köveket lerakom. Isten, ennyi van belőlük, jesszus. Akkor egy adagot azt lehet. Ezt azért még feldolgozok. Úgy, hogy autóm az maradjon, mert... jó van. Oké, na nézzük, mit tudok lepakolni. Folyásba ezek bele. Meg ez is. Eszközös ruhás, nem kell. Folyásba szerintem lepakoltam. Hűsbe lepakoltam. Lőszer nem kell. Könyves leraktam. Üres láda? Egy olma? Azt mondja ide textil, műanyag. Ezekből is mehet le. Parunk is. De mehet ez, puskapor. Alma mellé lerakjuk a kutatási anyagot. Jó. Nem marad bőven helyen. Jó, látszóró, tízi fegyver, oké. Na, mindjárt elmegyünk egy kis hordót, szétkapok, és akkor lesz részöntvény. Részdrót. Bele a tüskébe. Sikerült túlugrani. Autóban nincsen tisztrót. A hordóba. Illetve olyan helyeken, ahol van kisláda. Nem, az nem. Zombit már látok. Merről is. Nincs ajtaja. Hogy ne lenne ajtaja? Adjál csak egy lángszórót. Vagy őrköljem én ezeket. Egyik legközelebbi ház hozzám. Lehet, nem is voltam még itt bent. Szembe jött az ajtóba. Úristen, mennyi lőszer van itt. Jesszusom! De jó! Vannak itt ilyen rejtek helyek. Ó, micsoda rejtek helyek vannak itt, és ott a rizöntvény. Na, vannak itten érdekességek. Csak
Akkor ebbe a másikba, ahol lehet bemenni? Nem lehet bemenni? Nem lehet bemenni. Részdrót. Szuper. Illetve fémsziklákba is. Egy-egy részdrót van benne. Nem áll. Rakottak ez az autóba. Ahhoz, hogy azt az öt elemet megcsináljuk, kellenek hozzá 3-3. Tenni kell össze, vagy 15-öt legalább ezekből a részdrótokból minimum. Még egy ajtó. Jaj, borogassam, nem jó fegyver van kezembe. Á, nem lehet föl. Cse, hát ez egy romos épület. Ó, mik vannak itt? Külső lépcsők. Ja, ez a külvilágra nyílik. Aha, ha jó, nem is voltam ebben az épületben még. Miket nem talál az ember itt? Jó, az szétnéz. Hello, fiúk! Vigyetek csak el. Úgy, ti is ott bent. Szerintem a java elégett. Azaz. Van. Oké. Így benne. Időáramlás. No, faledet. Nem érdekelnek. Tovább egy párat sikerült összeszedni. Hamar, hamar, hamar. Még épületeket, meglesem ezeket az épületeket, egy csomó épületet itt kihagytam szerintem. Ez van hozzám a legközelebb pedig. Nem, itt már voltam. Már voltam, csak közben ez feltöltődött. Van neked több kell. Tisztában vagyok vele, ezt kerestem. Könyves polcok. Hát azt szétkapom. Bár nem hiszem, hogy van. Ezekben nem szokott lenni. Rengeteg könyvet össze lehet gyűjtögetni belőlük egyébként. Hello. Igyél csak. Ó, könyv. Fegyver. Őszer. Eki. Én most céltudatosan csak részdrótra hajtok. Hello! Randomszerűen adja ételeket a napa volt. Félhordók, egész hordók közt nincs különbség. Tehát vagy van benne, vagy ebbe vasöntvény volt. Hol ezt rakja bele, hol azt rakja bele, nem mindig. Csak a nagy ad rézdrótot, illetve nem biztos az, hogy a kicsi nem ad. Na, nem azt akartam szétszedni, de jó célszer. Ja, itt van a kutatóközpont. Viszont ha a kutatóközpontot visszatöltötte, például ott rengeteg számítógép volt, ami tele volt ezzel a elektronikus lappal, ami viszont azt jelenti, hogy nem kell gyártanom. Nagyon szétnézünk. Újságban itt mondtunk.
Hello, fiúk! Jó, semmi. Van egy csomagoltó. Fémszikla is van, ezt is lehet, hogy szétkapom, és akkor lehet, hogy lesz is annyi, hogy mehetünk is vissza. Ott mászkál egy csávó. Hello, fiú! Na, nem menő vissza. Science Laboratory. Research Center. Igen, ezek nem érdekesek. Ez az! Visszatöltötte őket! Műanyag, vastarab, elektronikus eszköz. Ott van, szuper. Könyvespolc, nem érdekel. Ez kell, ez is jó, hát akkor nem kell gyártanom. Össze tudok itt szedni egy csomót. Hát ez mégiscsak egy könyvfokozat, tehát... A hardnál nagyon nehezen tölti vissza a tételeket, és borzasztóan sok zombit tölt vissza. Hát hamarabb visszatölti a zombikat, mint a tételeket, ebbe is volt egy. Jó, szerintem ez jó lesz így. Egy kép. Viszont ruhák nem lesznek. Ez kineket nem csinál, nem rak be. Igen, az a két ajtó ide nyílik. Erre van tovább. Erre van tovább. Igen, zombikat nem rakta vissza. Senkit nem rakott vissza? Oda aranyfalat. A komputereket visszarakta. Ó, hát ez nagyon jó. Easy, hát mondom én, hogy easy. Csengép, itt, ott van. Még egy, hamarról még egy. Na hát így már mindjárt egyszerűbb a helyzet. Abba is van 50. Könyvet felveszem, ha már itt járok. Esetleg kell. Valahova. Ezt fel lehet venni még egyszer. Ez egy jó helyiség, ez mindig tele van zombival, és semmi nincs meg. Na, ez egy nyugodt hely, nézzük egy összesítést. 11 darab elektronikai eszközön van. 5-öt kell legyártani? 5-3-15. Van 4, ilyen is 18. Szerintem elég lesz. Ha mindegyikhez 3 kell, akkor is van annyim. Igen. Sőt, még van rész ércem is, hogy még ki kell égetni. Erre hátra itt is szoktak hordók lenni. Csak viszont szép van. Ugye achievementekről beszélgettünk az előző részben. Ugye ez, hogy összeszedted az összes könyvet, az is egy-egy achievement. Plusz, ugye ha megszerezted mindet, az ad még egy achievementet, még egy ilyen teljesítmény elérés lesz. Ugye azok is, azok maga az, hogy ebből a normál módból elmenekülsz, az is egy feladat, vagy az is egy ilyen teljesítmény mutató. Nem nagy basszist az, de
De ez is jutalmaz a játék, hogy igazából ennyivel is. Hát ennyi, játszottál annyit vele, hogy végig tudja menni a pályán, tehát ez is jutalmazza. Mennyi róka? Öcsi. Hogy szaladgálnak. Ugye ezek is, ez is, ez egy achievement. És akkor utána ugye elmondtam, hogy a hardcore meg a legendári mód van még ami van benne. Hát majd kiderül, hogy melyik. Melyik mód marad meg? Csállat csak közben. Annyit szövegelek, hogy kiszárad a szám teljesen. Meg a torkom is. Kamion adott részdrótot. Hát szeretnék szép kamiont. A vas nem ez is. Hát ez például nem adott. Autók is ilyen random-szerűen dobálják a tételeket, akkor ezek szerint... Az Isten, csináltok itt egy rakás. Hát így jönnek rám. Egy halomba rám ogrózva. Mint ez egy ilyen hullám lenne. És ezt ne egyre többet tapasztaljuk ezeket. Ez valamelyik frissítésbe jöhetett be. Mert ilyeneket annó nem voltak benne. Ilyen hullámba jönnek rám. Hogyha elkezdődött volna a hullám, és akkor szaladnak felém. Én tudtam, én, ebbe is van egy öt. Jó, ruha nem kell. Rengeteg skin ruha van benne. Lehet öltöztetni a... Még egy. Lehet öltöztetni a... Nem csapsz be, te ma csak hallottam a hangodat, hogy jössz. Nem, az egy álszállt a mögött. Ről jött felém. No, reggel 8 óra, irány az iskola, ne, vicceltem, iskolában már sokat voltunk. Mondtam, a hardnál ugye az a problematika, hogy ugye oké, hogy be akarok költözni valahova, de ahhoz föl kell fegyverkezni. Először fegyverkeznem kell, és mindenféleképp a megjelenési pontnál túl kell érnem pár napot, és csak utána tudok elindulni, és... ...védni belőle. Csak utána tudok elindulni, valahova bemenni és beköltözni, amikor már van fegyverzetem, lőszerem, mindenem. És ugye a fejlesztési menüben már kinéztem, hogy ahhoz, hogy jól tudjak haladni, mindenféleképp a kutatóbázist, ahol most voltam, ugye azt a kutató épületet, azt meg kell csinálni sima íjjal. Azt nem. És hardba sima íjjal. Ez kemény dió. Na nézzük. Erősítő. Parkácsol. Rádió. Parkácsol. Hangszóró. Parkácsol. Jó. Három tétel megvan. És már kifogytam. Jó. Így. Jó. Tehát azt mondja, rádió, erősítő, hangszóró. Ezek megvan.
Rádió erősítő hangszer, pont ez a sor. Jó, rádió felszereléshez szögés 2 olyan, abból pedig szögés 1 olyan. Jó, a szög az itt van. Igen, és akkor abból pedig 3-at kell legyártani, és akkor az is meg is lesz szerintem. Laza könnyedséggel, simán. És most felfőtt a... nem láttam. Na, mennyi rézüntvényt hoztam? 2. Wow. Ebből is csinálok egy adagot. Jó. Ajaj. Ajaj. Csak vigyázni kell vele, mert a rádió felszerelés. A rádió felszerelés hiányzik, ugye? Vigyázni kell, mert ugye ő rendezgeti. A szerint hangszóró erősítő. Igen. Ez is itt van. De rádió felszerelés, ahhoz kell még. Rádió felszerelés, ez kell. Jó. Jó. Hát, papírforma szerint megvan minden. Ezeket ide lepakolászom, a könyvet valahol itt öntárolom. Teljesen mindegy, ha úgyis vége lesz, akkor... Hol van a könyvek? Könyvek. Jó. Szuper. Hát akár reggel 8 órakor el is mehetünk haza. Van rengeteg fejlesztési pontom. Arcászatban azokat megcsináltam. Ugye ezeket lehet fejleszteni, hogy mennyire gyorsan tölts be újratöltési sebesség és célzási sebességeket. Kapott sebzés mínusz 5, ezeket is lehet csökkenteni. Ezek majd akkor lesznek érdekesek, hogyha magasabb szinteken játszol. Van közelharci fegyver, itt lehet támadási sebesség, itt lehet sebzést növelni. Hát itt ideig eljutok akkor. Kutatás, itt erő. Na ez viszont kell háború művészete könyv. Nem tudom, melyikben vannak a könyvek, sose találom meg őket. Legutóbb, persze, legutóbb. A rúművészete. Van. Harc. Taktikus. Potentra pont 100 pontom volt. Jó, tehát még a sebzésemet még növeltem. No. Hát akkor legyen ennyi a vége. Hát legyen ennyi a vége. Megmutattam a rakétavetőt, állatfarmokat, ágyúkat, katapultot, lángszórót, nyílpuskát, hát nyílpuskám nem sokat ment, hát az ingák sem sokat működtek, nem nagyon kellett. Hengerekkel nagyon jó lett zúzni őket. Láttátok, hogyha így két kockát hagytok és oda beépítetek a három engert, akkor az pont tökéletesen lefogja úgy őket, hogy nem tudnak köztük elmenni úgy, hogy ne sebződjenek valamelyik oldalról. Lehet egy kicsit szélére is raktam őket, tehát kicsit még jobban összébb lehet illeszteni őket. Látjátok, elférnek mind a két oldalt. Ha tüskével lezárjátok, hogy ne tudjon elmenni a széleken, akkor szépen a két tüske között, tehát a két henger között szaladnak el. Megcsináltuk a csalit is, nem nagyon volt. Használ kerítést is, katapultot. Akkor bemutattam az elektromos rendszert, hogyan működik ugye a gyárakat. Ezt is bemutattam. Na, egy dolgot nem mutattam meg. Egy dolgot nem mutattam meg, az hol is van ezt. Nagy olajszivattyúgépet. Ugye azt hiszem, ilyet nem építettem ide.
Ugye ez üzemanyagot termel. Ugye ehhez kell már a motor, ez egy fejlettebb szint. Igazából itt nem volt rá szükség, mert rengeteg üzemanyagot szedtem össze, a többi helyen azért jobban kell. Ezeket mind lepakoláztam, ültetvényeket megmutattam. Ugye azt nem, elektromos rendszerből, hát napelemet nem csináltam. Ezt mondtam, ezt az üzemanyag generátort, ez, hát itt csinálhattam volna, mert itt rengeteg üzemanyagom volt. Én nem tartom túlzottan hatékonynak, nagyon sokat eszik üzemanyagból, elvileg termel 750-et, hát meg sem mozdultak az akkumulátor. Tehát rengeteg üzemanyagot bele kéne nyomni ahhoz, hogy működjön. Kerékpárgenerátort sem próbáltuk ki. Cuki-mukit. Jó, hát ezeket megcsináltam. Ezeket a X vagy meg ilyen kapukat, ezeket én nem tartom túlzottan lényegesnek. Ha valaki akar elektromos hálózatokat építgetni és csinálni, akkor lehet. Ez egy érdekes, ez a nyomás kapcsoló, ezt például lángszoróhoz be lehet kötni, és tényleg az van, hogy nagyon bejönnek a zombik, akkor egyszer rálépsz erre, és akkor nyomja a lángszoró, ha lelépsz róla, akkor meg abba hagyja. Tehát például egy ilyet bele lehet rakni, de ugyanezt meg lehet oldani egy kapcsolóval is, hogy például a katapulthoz is, hogy nem kiveszem a lőszert belőle, hanem lerakok egy kapcsolót, lekapcsolom, és nem lő a katapult. Ennyi. Tehát így ki lehet őket iktatni. Persze ez mind az elektromos rendszereknek a tétele. Jó. Na. Hát akkor elmegyünk, megnézzük a végét. Ha egyáltalán lehetséges, vizek mindent, és nem fagyok itt valamit. Reptér épület. Ez. Oda kell menni. Itt vagyok. Ó, átvághatunk itt keresztbe is. Erről még nem is voltam, megnézem legalábbis arra, mi van. Arra kell figyelni, hogyha a kudarcba is szalad a dolog, nem sikerül megcsinálni, vissza kell jönni, vissza kell érni. Addigra. Ez a farm, és van itt egy ciklafal, valahol arra föl lehet jutni. Arra fölfele. Hát, mert valószínűleg ilyen folyóátúszás és ilyesmi lesz benne. Most viszont tehettem volna olyan kaját, ami növel egy kicsit az életerőt, stamina szintjét, és a kicsit messzebb el tudok szaladni egy levegővétellel. Hát egy baromi nagy erdős, hegyes rész. Nem rossz egyébként hegyre fölköltözni sem. Építkezésnél egy kicsit kacifántos, mert hát persze. Gyere babám, gyere égé. Igen. Ölszem, meg kell. Kell a cucc belőle. Végülis menekülésre vagyok beállva most. De sose lehet tudni, hogy hova lyukatok ki a végén. Kíváncsi leszek a dologra, hogy mennyire igaz volt Gabi bratyónak a mondata, mert akkor nekiállok elkészíteni, vagy fölfejleszteni ott azt az asztalt, akkor bizony megtámadtak bennünket. És mondta nekem, hogy ezt akkor hogy lehet egyedül megcsinálni? Hogyha közben ott nekem csinálgatni kell a dolgokat, és ú, de jó fűszaladtam hegytetőre. Azt a neki! Ott a reptér. Ott a reptér, lehet látni ilyen messziről, de jó! Ez szuper! Nem rondítanának bele ennyire ezek a fák, akkor nem is lenne rossz ez a kép. Hát óvatjával próbálunk itt lejutni. Jó, minimális sérüléssel. Meg is úsztam, és van egy hatalmas
vizem, amin át kéne jutni. Na, itt most már nem úszom meg. Könnyebb sérüléssel. Na. Szerintem még ebben nem is láttatok ilyet, hogy meghaltam volna. Hát meghaltam. Az a trükkje az egésznek, hogy most ilyenkor ugye mindent elveszítettem. Nem szerint a vesző. Valami fegyverzetem legyen. Illetve ha már visszajöttem, akkor mindjárt ütünk össze valami kaját. Ismár ki azt. Ó, vannak is itt kisütögetve. Sült disznóláb, ilyen hús, olyan hús. Ilyen kaja. Ú, van itt minden kajám. Így látom. Jó, a műziszeltet visszarakta. Ez nem ad, ez nem ad. Ez minuszt ad. Ez ad pluszt, ez is ad. Pluszt. Az nem ad pluszt. Az sem ad. Ez is ad pluszt. Tessék. Milyen hosszú csíkom lett egyből. No. Hát, igen. Kicsit merészen futottam arra. És újdonság, látszik a halál jelem. Úgyhogy megtalálom a csomagomat. Mert ugye benne van minden cuccom. Az is, ami kell a meneküléshez. Tehát, elrakom a kezemből, gyorsabban haladjak. Úgyhogy most vissza kell oda menjek. Kicsit nagyobb életerővel vagyok földolgozva. Ez nem azt jelenti, hogy akkor most már lazán leugorhatok ott, mert nem akarok leugorni lazán. Oda lett a jó kis lángszórom. Nem jól felejöttem. Ott a falaknál, ott lehet följutni. Van egy rámpás rész. Igen, elejöttem előtte is. Igen, itt. Na hát, azt hittem, hogy nagyon rövid lesz ez a videó itt a végén. Itt 9 órára elmenekülök, aztán kész, vége. Fél órás videó. Na nem, nem azért nem eszik ilyen forrónak. Forrónak ását. Föl kell jutnom oda, és meg kell találnom egy biztonságos utat lefele, és hosszabb az életerőm, de ezzel nem próbálnám meg, hogy most túlélem az esést. Én puskát csak azért hoztam, hogyha esetleg ilyen farkasféle akarna rám rontani, akkor... Így is jó. Akkor legyen nálam védelmi eszköz. Nem tudom, meddig maradott a csomagom. Hát ez is egy érdekes kérdés, hogy egy eldobott táska, így halál esetén eldobott táska, az mégis meddig maradott? Ez végig ott marad? Gondolom azért csak hosszabb időt adtak neki, úgy voltak vele, hogyha egy-két, egy napig 24 órát nem mész érte, akkor gondolom eltüntetik, de valószínűleg azért hagynak időt, hogy vissza tudja menni, ez egy térképen átszaladni, ez egy jó pár óra hossza, tehát olyan gyorsan nem tüntetik el, bár ugye gondolom ez is nehézségi szinttől függ. Itt vagyok. Itt még le tudtam menni aránylag finoman. Aha, itt még le tudtam menni, itt voltam csak gondba, itt ez a rész. Van lent a ládám. Igen, és az volt a gond, hogy itt nagyon meredek. A rész. Keresnem kell egy lankásabbat. Ó, jó, ez kisebb sérülés. Na. Igen. Hol a csomagom?
Valahol itt van, mert itt eltüntet. Ja, itt van. Szuper! És közjáték után folytatódjon a küldetés. Irány a reptér. Valahol egy jó kis pozíciót kéne. Az, hogy minél lejjebb jövök, annál jobban betakarják a fák. Annyit variálok itt dolgokon, hogy nyílpuska kijön. Lángszórót átrakom az egyesre, mert másik pályán megszoktam már, hogy ott van. No. Hát mindjárt odaérünk, az kiderül, hogy mi hiányzik. Nem hoztam magammal. Nem az az épület. Ez a hotel, és akkor arra kell tovább menni. Ott is van itt. Az előbb kiirtottunk mindenkit. Kérdés, mennyire spannoltak vissza? Nem spannoltak vissza? Körbenézek, nem akarok meglepetést. Jó, na most ugrik a majom a vízbe, mit felejtettünk otthon. Minden készen van. Oké. Mielőtt nagyon elmenekülnék itt a dolgokból, csak csináljunk már egy képet. Pár borító képet csinálok. Hogy a repülővel majd elmenekülünk. Bár mindegyik törött repülőgép, de attól függetlenül ilyenek. Bocsánat, kikapcsoltam ezt a... Ott. Jó, na nézzük. Kommunikációs felszerelés megjavítva, és most jön a rohan. Nem jön rohan? Dehogy nem, jönnek azok. Jönnek azok. Mondjuk ez lájtosabb, azért, mint ami Gabival utottunk. Lehet, hogy azért, mert ketten voltunk, meg akkor nagyon ide szaladtunk, és nem nagyon takarítottuk ki a környéket. Most azért elég üres a környék. Jó. Tehát, ha összeraktad ezt a dolgot, F betű kommunikációval el is lehet menni. Ezt meg ismét jönnek. De nagy nem jött. Jó, hát déli 12 óra. Szűk egy órás videó. Hát ez lett volna Night of the Dead normál könnyű módja, így lehet végigcsinálni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És folyamatosan jönnek, támadnak a dolgokat. Jó. Jaj, most van ez a lassú. Most van ez a lassú mód. Na, itt volt az, hogy itt Gabi elkezdte ezt bütykölni, én meg folyamatosan az ajtóba írtottam őket. Mondjuk akkor nem lángszoroztunk még, akkor nem vágtuk ezt a lángszoros témát, akkor csak gépfegyvereztünk. Egy ilyen könnyű módot csináltunk végig ketten. Párnapos dolog volt. És én folyamatosan ott gépfegyverrel lőttem őket, Gabi meg itt bütykölte, aztán egyszer abba kellett hagyni, na bejött kettő nagy. Akkor abba hagyta, főszaladt a repülőgép tetejére, onnan gépfegyverre szedtük szét a nagyokat. Csak hogy ez volt hosszú idő azt egyedül megcsinálni, és akkor mondta, hogy ha más nem beépítem az ajtót.
beépítettem fallal az ajtót, és nem tudtak bejönni. És akkor volt idő megcsinálni. Jövőben a tartalom bővülni fog, azt nagyon várjuk, hogy mit sikerül, és továbbiakban, hogy halad a dolog. Hát, köszönöm szépen a figyelmet, ez ennyi lett volna. Egy könnyű menekülés. Ha ezt megcsináltátok, megkapjátok az achievementet, hogy elmenekültél normál módból. Jó. Nincs vége a játéknak, jövök vissza, folytatom, hard szinten próbálok majd ügyködni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Csézilag voltam, ne felejtsetek el feliratkozni. Ha szeretnétek támogatni, akkor minél több embert vegyetek rá, hogy támogasson, kövessen engem, illetve osszátok meg a videóimat, nézzétek a Twitch-en is, illetve itt a YouTube-on is, és Facebookon is próbálom töltögetni fölfele az újabb és újabb tartalmakat, illetve oda érdekességeket is, illetve ott szoktam szólni, hogyha a Twitch-en videózok élőbe. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Csézilag voltam, sziasztok!